Én nagyon örülök neki, hogyha van időm, és el tudok menni a gyerekeket így inspirálni, meg egy kicsit jövőt mutatni nekik. A Facebookon is megosztotta Fazekasztúr Kriszta azokat a képeket, amikor Szolnokon negyedik osztályos tanulóknak mesélt arról, mit is kell tenniük, hogyha a sportban vagy az életben el akarják érni a kitűző céljaikat. Az olimpiai bajnok kajakos nagy figyelmet fordít a Bajnokok útja alapítványra. Ennél nagyobb örömet csak az jelentett neki, hogy kisfia villámgyorsan átállt a kaliforniai időről a szolnokira. 9 óra az eltolódás, és valamikor jobban megy most idén. Most, amikor jöttünk haza, valahogy egy kicsit nehezebben ment, úgyhogy olyan péntekig, szombatig küzdöttem, akkor olyan elég fáradtnak éreztem magam egész nap. A Noah elég gyorsan átállt, úgyhogy ez nagy segítség, mert hogyha ő alszik, akkor mi is. Krisztának 2 hónapig a kisfia mellett volt még 3 lánya is. Farkasdi Ramona, Célai Zsófi és Homonai Luca ugyanis vele készült az Egyesült Államokban. Nagyon jó volt, tényleg úgy vártam már őket, mint a messiást, és tényleg nagy örömöm volt abban, hogy ők ott voltak, mert azért egyedül edzeni néha kicsit úgy agyilag megerőltető, így meg automatikusan megy az ember, hogy várják, és hogy csapatba kell lenni, és ráadásul nagyon jó fejcsajok voltak, sose volt semmi nyafogás vagy negativitás, úgyhogy nagyon jó csapat volt, és úgy érzem, hogy nagyon sok munkát meg tudtunk együtt csinálni. A célokhoz persze rengeteget kell edzeni is. Ez most egy olyan év nekem, hogy most úgy minden klappol. Szóval a Noah is már elég nagy, hogy tudjak fókuszálni jobban magamra, meg már a terhesség után is a regenerálás úgymond megtörtént, úgyhogy visszanyertem a régi formám, sőt talán jobb formában is vagyok, mint anno. Úgyhogy úgy érzem, hogy most úgy minden a helyén van, és jó lenne, hogyha az eredmények is ezt tükröznék. Én nagyon sokat edzek egy nap. Én minden nap futok, és minden nap kondizok, és emellett 2-szer evezek. Már amikor a legkeményebb 6-8 hetem volt most, mielőtt jöttünk haza, ez a 8 hét ez így telik el, de persze előtte azért van egy rávezető szakasz, amikor kevesebbet edzek, akkor csak egyet szoktam evezni, még úgymond egyet se egy nap, van amikor surfskizek, van amikor outrigger, van amikor stand-up, úgyhogy az ősz az úgy szokott eltelni, hogy azért a kajakot egy kicsit úgy mellőzöm, de azért evezek más vízi alkalmatosságokon, és hát a kondit is ugye felépítjük, meg a futást is, és most az elmúlt 8 hét volt az, ami nagyon kemény volt, de most megyünk lefelé a napi edzésekkel, és inkább az intenzitást növeljük.